Mond ez önöknek valamit? Ha nem, akkor érdemes lesz mindjárt meghallgatni minket, ugyanis a 168 óra című hetilap elején már láthatják ezt a valamit. De hogy mi is ez, és milyen szerepet szánnak neki az újságnál, arról Nagy Csabát, a 168óra.hu főszerkesztőjét kérdezem, szép jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szóval, hogy aki meglátja most az újságosoknál a 168 órát, akkor az elején egy ilyen... Hát egy ilyen izé, ugye, ha csúnyán szeretném mondani, de valami nagy fekete pixelekből álló kocka jelenik meg. Mi ez pontosan? Hát igen, ez nem egy sor minta. Ezt végül is azok, akiknek okos telefonjuk van, ezt már ismerik, sőt, ha valaki nagyon figyelmes, akkor a közüzemi számláján is látott már ilyet, csak piciben. Ez a QR kód, ez tulajdonképpen egy olyan kód, amit a modern technika fejlesztett ki, a valamikori vonatkód utóda. Annyi a különbség, hogy ebben gyakorlatilag korlátlan információt lehet elhelyezni. És miért fontos ez a 168 óra számára? Azért, mert most jutottunk el egy olyan pontra, amit úgy gondolunk, hogy történelmi jelentőségű a média és a nyomtatott sajtó esetében. Ez azt jelenti, hogy a kódra kattintva, vagy a kódra rávive az okostelefon olvasóját, gyakorlatilag megszólal az újság, videókat, hangfelvételeket, fotógalériákat láthat az olvasó, aki a kezében egy nyomtatott lapot tart. Ez ugye egy kétdimenziós kód, és ha jól emlékszem, vagy jól tudom, talán a távol-keletről, Japánból indult el, mint annyi minden más. Én azért erről már évekkel ezelőtt olvastam, Magyarországon viszont tényleg nem nagyon látni, ugye a lapok között önök most úttörőként kezdték el. Hogy jött az ötlet így mostanában, hogy ezt be kéne vezetni? Hát a igazság szerint mi az okostelefon elterjedésével gondoltuk azt, hogy eljutottunk arra a pontra, ahol nem lehet tovább várni. Pontosabban, csak egy adatot mondanék, megnéztük, hogy az okostelefonok terjedése milyen Magyarországon. Hát gyakorlatilag azt láttuk, hogy a tavalyi évhez képest megduplázódott, tehát durván most már 1,5 millió okostelefon van Magyarországon, és az okostelefon funkciója, egyik funkciója ennek a bizonyos QR kódnak, de közkeleti nevén a mobil kódnak a leolvasása. Lehet, hogy még nem gyakoroljuk ezt a funkciót, lehet, hogy nagyon sokan még ezt nem ismerik az utcákon, annyira nem elterjedt, mint nyugaton, de azt látjuk, hogy ha 1,5 millió okostelefon van a kézben, az 1,5 millió potenciális felhasználó, ezt egyszerűen emellett nem lehet elmenni. A sajtónak egyszerűen ezt ki kell használni. És most, hogy a nyomtatott sajtó válságban van, egyre kevesebbet olvasnak az emberek, megtaláltuk azt a pontot, úgy gondoljuk, és a magyar sajtónak is ezt kínáljuk, ahol a szinergiát, tehát a nyomtatott sajtó és az elektronikus sajtó találkozását ezen keresztül meg tudjuk valósítani. Aki olvassa a lapot és rendelkezik okostelefonnal, az kap-e valami pluszt azokkal szemben, akiknek sajnos még nincs ilyen készülékük, vagy nem töltötték le ugye azt a szoftvert, ami felismeri ezt a kódot? Hát igen, kap, de mielőtt még ezt elmondanám, ugye a nem töltötték le, vagy nincs nekik. Nagyon sokan azért óckodnak ettől, mert azt gondolják, hogy az okostelefon nagyon drága. Sokszor, sokáig így is volt, de most már megnéztük, és ez volt a következő ok, ami miatt ezt bevezettük. Gyakorlatilag egy előfizetés árával, egy-két éves előfizetéssel 5-10 000 forintért már le lehet cserélni, vagy lehet okostelefonhoz jutni. És akkor most a kérdésre a válasz. A lap szinte valamennyi cikke végén található egy kis kód, ez egy más 15x15 mm-es csupán. De hogyha megnyílik ez a kód, abban a pillanatban videókat, hangfelvételeket, egyebeket látnak, hogy más nem mondjak. Például a legnagyobb áron elkelt, legszebb magyar festményeket mutatjuk meg az egyik cikkünk végén. Vagy láthatóak az izraeli nagykövetség ostromának képei egy videón. De például az egészségügyi reformtervek egyik dokumentuma is olvasható. Tehát gyakorlatilag a felhasználás korlátlan, és az olvasó, aki egy kétoldalas cikkben néhány képpel tájékozódik csak, ahogy rámegy az okostelefonjával erre a kódra, megnyílik előtte a világ, és rengeteg plusz tartalmat kap. Hát ha valaki nem próbálta még ki ezt, és persze ne a nagyon száraz technikai részleteket mondja el, de kezdjük már a gyakorlati részével. Van egy okostelefonom, megvan hozzá ez a bizonyos szoftverem, mit kell tennem? Hát ez nagyon egyszerű. Hát a fényképező részével ugye rá kell közelíteni erre a bizonyos kódra, ott elindul automatikusan egy szkennelő, egy kis csíkocska. Csippant egyet, és abban a pillanatban ez a kód megnyílik, egy fájlhoz jut, hívjuk így, amelyik valamilyen módon valamit megnyit, tehát vagy egy videót, vagy egy hangfelvételt. Mi úgy próbáltuk ezt megoldani, hogy a lehető legegyszerűbb legyen, hogy abban a pillanatban, hogy ez a csippantás megtörténik, elinduljon a fájl, elinduljon a hangfelvétel, elinduljon a videó, ne kelljen nagyon babrálni vele. Lehet, hogy az okostelefonok Magyarországon még nem jutottak el eddig a sebességig, lehet, hogy egy picit még azért kell babrálni vagy várni vele, de azt gondoljuk, hogy a technika utolér bennünket, és abban a pillanatban ezek egy-két másodpercen belül elinduló érdekes
érdekes olvasmányok, hangfelvételek és videók lehetnek. Én belelapoztam a mostani 168 órába, ugye az föltűnt, amiről beszélgetünk nyilván a legeslegelején a lapnak, egy nagyon-nagyon nagy ilyen kód van. Aztán persze, ahogy ön is mondta, a cikkek, egyes cikkek végén ugye van ez a pici kód. Aki a legelsőre a nagyra rákattint, az mit lát, valamilyen bevezetőt ezzel a kóddal kapcsolatban? Igen, készítettünk egy egyperces videót, amiben meg akartuk mutatni az olvasóknak, vagy most már hallgatóknak, vagy nézőknek, hogy mire vagyunk képesek. Gyakorlatilag eléjük tártuk azt, hogy a 168 óra nyomtatott lap, illetve az online, most már élő rádióműsorral rendelkezik. Vannak saját videói, van elektronikus előfizethető lapja. Tehát gyakorlatilag a brendet akartuk megmutatni, és ezzel azt, hogy egyetlen egy pici kódban bele tudjuk foglalni gyakorlatilag az egész univerzumot, amivel a 168 óra rendelkezik. Ahogy ön is mondta, terjednek az okostelefonok. Van olyan európai légitársaság, amely a beszállókártyát nem nyomtatja ki, nem adja oda az utasnak, hanem elküldi a telefonjára ezt a bizonyos QR kódot vagy mobil kódot, és amikor az utas belép a terminálba, és ugye eljut ahhoz a kapuhoz, ahol ezt kérik, akkor egyszerűen megmutatja a telefonja képernyőjét, és ott ezt leolvassák. Azt is tudjuk, hogy ma a hazánkban a média mondhatni válságban van, hiszen kevés a reklámozó. El tudja képzelni, hogy akár a hirdetőknek is lehet ez egy plusz, így mondjuk a nyomtatott sajtó egy kicsit, hát ha nem is fellélegezhet, de új kapukat nyithat meg? Hát én biztos vagyok benne, ugyanis minden egyes új tartalom az a hirdető számára újabb és újabb elérés az olvasó és a felhasználó felé. Tehát én úgy gondolom, hogy a QR kódban egyrészt maguknak a hirdetőknek van potenciál, másrészt azoknak, akik az okostelefonokat gyártják. Hiszen gondoljunk bele, hogy a bunkofon, ugye valaha úgy hívtuk, 20 évvel ezelőtt még gúnyolódtak rajta. Ma ember nem tud meglenni nélküle. Mi azt számoljuk, hogy az okostelefon segítségével a QR kód robbanásszerűen fog elterjedni, márpedig ha a nagyságrendek 1,5 milliós, 2 milliós, 3 milliós szintet érnek el, abban a pillanatban ebben olyan potenciál van, amivel korábban gyakorlatilag semmilyen eszköz nem rendelkezett. Hát sok sikert ehhez az új vállalkozáshoz. Nagy Csabát, a 168 óra.hu főszerkesztőjét hallották. Köszönöm szépen!